Pénteken reggel érkeztek a rendőrök Szász János filmrendező házához. Egy készülő dokumentumfilmje miatt kutakodtak. Kora délután jól felpakolva távoztak. Mindent átkutattak tüzetesen. Elvitték az összes létező adathordozónkat. Elvitték az összes komputeremet. Elvették az összes telefonunkat. A budapesti rendőrfőkapitányság az RTL híradó kérdésére ma azt írta, hogy egy adathordozó átvizsgálása volt a házkutatás célja. A rendőrség szerint felszólították az érintettet, hogy adja át az eszközt, de mivel ő erre nem volt hajlandó és nem működött együtt a rendőrökkel, a nyomozók kénytelenek voltak minden adathordozót lefoglalni. Szász János ügyvédje szerint ez a házkutatás jegyzőkönyvéből nem derül ki. Az intézkedő rendőrök azt írták bele a jegyzőkönyvbe, hogy az ott lévők magatartását nem írják bele a jegyzőkönyvbe, hanem azt egy csak saját maguk által megismerhető jelentésbe írják le külön. Ez a megoldás, amilyennel a pályám során egyébként nem találkoztam, még természetesen teljesen törvénytelen, panasszal éltünk is emiatt. A filmrendező pénteken azt mondta, amiatt a dokumentumfilm miatt jelentették fel, amit a 2019-ben szétválasztott bangladesi Siami Ikerpárról készítenek. A műtétet megszervező alapítvány közleményéből kiderül, hogy valóban jogi vitájuk van Szász Jánossal, de erről nem nyilatkoznak. A rendőrség ma azt írta, hogy a feljelentésben 3 bűncselekmény szerepelt, személyes adattal visszaélés, tiltott adatszerzés, illetve információs rendszer vagy adat megsértése. Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy a rendezőt nem gyanúsítják semmivel. Szász János ellen nincs büntetőeljárás folyamatban, Szász Jánost semmilyen hatóság nem gyanúsítja azzal, hogy bűncselekményt követett el. Ezt a rendőrség is megerősítette. Azt írták, hogy az adathordozókat soron kívül vizsgálják, és a vizsgálat eredményétől függően a lehető legrövidebb időn belül visszaadják a családnak.